Sziasztok! Ebben a videóban a világítós effektet szeretném bemutatni, hogyan tudtok egy sötét erdőt vagy sötét hátteret ezzel az effekttel megvilágítani. Be is húztam egy ilyen erdős, sötét erdős videót, és ezt ebben szeretném bemutatni, hogyan tudtátok megvilágítani, hogy a napfény átsüssön rajta. Kikeressük az effektet, ezt úgy tudjuk megtenni, rákattintunk itt az effektekre, az effekten belül OpenFlix-re, és itt beírjuk, hogy lift. Ráhúzzuk a videónkra. És már itt látható is rajta, már így is másabb lett, világosabb. Szerkeszteni úgy tudjuk, átmegyünk az inspektor oldalra, az inspektoron belül, az effektekre, és úgy tudjuk szerkeszteni. Tudunk rajta változtatni is, sötétebb, elmosódott. Nagyon világos. Illetve a fényerőn is. Itt tudjuk változtatni az irányát is, a pozícióját, hogy hogyan világítsa honnan. És meg tudod csinálni. Esetleg a videó elejére leteszünk egy keyframe-et. A videó végére visszük a kurzorunkat, és itt változtatunk rajta, és akkor megy a videó, úgy fog haladni a fényünk is. Így a beszűrődő fény is, persze, amit a valódi hatást tudunk vele kelteni. Itt rengeteg beállítási lehetőség van, mindenki ki tudja önmagának tapasztalni, hogy miért szeretne. De itt tudjuk utánozni a napfelkeltét, és még leteszünk egy keyframe-et, a végére visszük, és akkor tudjuk állítani azon, mire a videó végéhez ér. Addigra teljesen bevilágítja a fénye, lehetőt. Tudjuk a színét is változtatni, amennyibe szeretnénk. Egy zöldes. Vöröses, vagy akár kék is lehet, vagy rózsaszín, vagy sárga. Amilyenre szeretnénk, olyanra állítjuk.
És most így tudom, hogy mint az erdő színét adná vissza. Tudjuk átlátani átláthatóságot, színkontrasztokat, ha szeretnénk. Rengeteg váltás lehetőségünk van. Be tudjuk átadni a fényerősséget. Ezt is videó elején leteszünk egy klipjének. Végére visszük, és olyan erőse állítjuk, amilyen szeretnénk. A vége. Így néz ki a videónk. Ebben a videóban annyit szerettem volna bemutatni. Remélem tetszett. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!